Mindig is szerettem az ilyen emlékező rendezvényeken részt venni, mert nagyon fontosnak tartom a múlt katonáira való emlékezést és az ő emléküknek a tiszteletét. Alapvetően egy 35 mintájú rohamsisakot viselünk. Ilyen volt a legtöbb katonán is ott a Doni harcok idején. Viselünk egy posztónadrágot, egy lábszárvédővel és egy bakancsal, valamint egy posztóköpeny van rajtunk, derékszíj, kettős tölténytáska, 35 mintájú szurony és egy kenyérzsák, amiben a napi ellátmányunkat hordjuk, a napi élelmet. Nekem az az álláspontom, hogy igazából mind a kettő ruhát inkább viseljük sem, mint hordjuk. És hát mind a kettőre igaz az, hogy büszkeséggel kell viselni. Nagyon-nagyon fontosnak tartjuk itt a Honvéd Középiskolában azt, hogy azok a diákok, akik ide járnak hozzánk, azok a hazafias honvédelmi nevelés keretén belül megismerkedjenek a katona ősök és a katona hősök áldozatával is. Ez a 79. évfordulója a Doni áttörésnek, ez egy kiváló alkalom, hogy ezt egy valós fizikai teljesítménnyel, egy 3 napon keresztül tartó közel 70 kilométeres menettel megkornázzák. Egy kicsit talán jobban bele tudják élni magukat azokba a szituációkba, amikkel a Donnál a második magyar hadsereg katonái találkozhattak. Azt gondoljuk, hogy egyrészt ezért is fontos ez, hogy évről évre megszervezzük, most már 10. éve itt a Hajdúságban ezt a Doni emléktúrát. És azt gondoljuk, hogy a társadalom számára is fontos az, hogy találkozzanak ezekkel a növendékekkel, kicsit meg tudják mutatni a növendékek magukat, hiszen zömmel erről a környékről származnak ők is. Büszkeség ez nekik is, és azt gondolom, büszkeség ez a városok lakosságának is, hiszen nem mindenhol jelenik meg ilyen szép módon a generációk összefűzése által egy ilyen menetszázad, hiszen itt azért a fiatalok kapcsán a jövő, és hát a hagyományozó kapcsán a múlt is találkozik ebben a menetszázadban. Az, hogy egy kicsit fagyos lesz az idő, az nekünk pláne jó, mert legalább nem kell a savat dagasztani majd a menet során, úgyhogy egy picit, ha fagyosabb az idő, mi azt jobban szeretjük, meg egy picit autentikusabb is a dolog. Nyilván a fizikai és a mentális felkészülés az mind a kettő nagyon fontos ebben a történetben. Fizikálisan azért, főleg azok, akik hagyományőrző felszerelésben hajtják végre, hiszen azért ők kórhű egyenruhában mennek végig. Ez kevésbé komfortosabb, mint az, ami most rajtam van. Úgyhogy nekik ez egy extra terhelés. Mentálisan pedig azért, mert mégiscsak alakzatban, fegyelmezetten, katonai rendtartásnak megfelelően követeljük meg tőlük ezt a menetet, és azért bizony-bizony itt az önfegyelem is bejön a képbe, illetve az, hogy amikor már kicsit el vagyunk csigázva, egy kicsit elfáradunk, akkor is még tartani kell magunkat, és még azért még egy városi megemlékezésen, koszorúzáson még azért végig kell állni azt a 30-40-45 percet. Úgyhogy ez mindenféleképpen egy összetett, komplex dolog.